December 15-ig tart a Csillagszóró 2011 elnevezésű országos jótékony akció, melyhez a Fidelitas is csatlakozott. A kezdeményezés céljáról Fekete Dávid megyei elnök és Radnóti Ákos, az országos választmány alelnöke számolt be a sajtó képviselőinek. Reméltük azt, hogy a Győr-Moson-Sopron megyei Fidelitas csoportok is részt tudnak venni az idei országos jótékonysági akcióban. Győrben, Csornán, Kapuváron és Sopronban gyűjtjük az adományokat, és azoknak a gyermekeknek szeretnénk az idei évben ezekkel kedveskedni és egy kicsit könnyebbé tenni a karácsonyt, akik a nevelőszülői hálózatban vannak elhelyezve, illetve ideiglenes befogadó otthonokban töltik majd az ünnepeket. Az adományokat a 4 Fidelitas irodába a nyitvatartási idő alatt adhatják le a felajánlók. Elsősorban játékokat és gyermekkönyveket várnak a szervezők, a gyűjtés kedvezményezettje pedig a Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat területi gyermekvédelmi szakszolgálata lesz.